A Széchenyi 2020 program keretein belül a terület és település fejlesztési operatív program forrásaiból 827 millió forintból próbálják vonzóbbá tenni a megyét a következő 2-3 évben. A projekt mind a 229 Szabolcs megyei településre pozitív hatással lesz, viszont 20 településen összpontosulnak a konkrét tevékenységek. Ezek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a megyei városok és a kisebb települések is részt vegyenek a munkában. Így Ajaktól Beregdarulcig válogattak. A legkisebbbe került település a 367 fős Szabolcs, a legnagyobb pedig a több mint 17 ezer lakosú Kisvárda. Lesz ennek a programnak egy ugyanilyen nagyságú része, amely ugyancsak top forrásokból kerül megvalósításra, de ott nem a megyei önkormányzata kedvezményezeti a projektnek, hanem más települési önkormányzatok. 20 települési önkormányzattal működünk együtt szorosabban ebben a programban, de a hatóköre a programnak ennél szélesebb körű. Három megye részre koncentráltunk, mint hogy a megye nevéből is adódik, Szabolcsi, Szatmári és Beregi koncentrációban valósítjuk meg a programot, és olyan identitás megerősítő rendezvényeket, tevékenységeket tervezünk, amelyek erősítik a megye vonzerejét, az itt lakókban elsősorban, és akik kívülről érdeklődnek a megye iránt, akár turisztikai, befektetési, más célból, azoknak is igyekszünk bemutatni a megyének az értékeit. Az önkormányzat célja, hogy a megye lakosság megtartó és lakosság vonzó erejét is növeljék. Ennek érdekében több projekttel is szorosan együttműködnek, például uniós, emberi erőforrás fejlesztési operatív és a Magyar Falu programmal is, tette hozzá Sesták Oszkár. Az önkormányzat különböző rendezvényeket szervez majd, a települési napokat színvonalasabbra tervezik, de akár értéktár és örökségklubok működése is elkezdődhet, valamint támogatják az amatőr és profi népművészeket is. A projekt befejezési határideje 2020. szeptember 30-a.